Dr. Gyulai Iván ökológus, biológia-kémia szakos tanár, az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány elnöke. Munkásságáért 2005. március 15-én a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztje kitüntetésben részesült. Pályáját természettudományos muzeológusként kezdte. A környezetvédelem és a fenntarthatóság területén kidolgozott alternatív javaslatairól, gondolatairól ismert. Egyik legfontosabb munkája a gömörszőlősi Fenntartható Falu program, ahol a gyakorlatba is igyekszik átültetni az általa kidolgozott alternatívákat. Számos filmje található az interneten, a legismertebb a Zsigerbeszéd. Határozott kritikával illeti a jelenlegi pénzrendszerre épülő gazdasági társadalmi modellt. Hogy is lehetne ezt a másképp való létezést megvalósítani, és hogy élni harmóniába a környezetünkkel, vagy a természettel, teremtett világ, akinek hogy tetszik ez. Ugye most ilyen divat a teremtésre, meg a teremtett világra hivatkozni, de azért ennek az igazi etikája azért még ugye a gyakorlattal nincs összhangban. Tehát, én pedig kifejezetten azt vizsgálom itt az utóbbi időben, hogy hogyan lehet a természetre támaszkodni. És korábban én is ellenségeket kerestem Poloskába, és Patkányba, és Bolhába, és mindenkibe, akit az ember úgy véli, hogy az az ő ártására van. De hogyha az ember ezt figyelmesen és közelről szemléli, akkor rájön arra, hogy az egyáltalán nem azért van az a teremtmény, hogy az engem bosszantson, hanem hát az bizony valamilyen módon közvetve vagy közvetlenül az is engem szolgál, és persze hát a viszonynak kölcsönösnek kell lenni. Tehát, hogy én is őt szolgálom, mert csak akkor leszünk egymásnak a segítségére és hasznára. És akkor mondok egy példát, hogy így ezt úgy biztos felháborító lesz első hallásra ez a példám, de hát mert én ezt megszoktam. Tehát, hogy én nem metszem a fáimat, már régóta nem metszem. Én is metszettem valamikor, és akkor biztos azért tettem, mert azt tartottam jónak. Aztán egyszer csak elhagytam ezt az egészet, és elkezdtem figyelni arra, hogy mi történik anélkül, hogy permeteznék, vagy metszeném a fáimat. És azok a történések engem arról győztek meg, hogy hát bizony, akit én addig ellenségemnek tekintettem, az sokkal inkább a barátom. És akkor mondjuk ez a konkrét példa, ami így felnyitotta a szememet, ez például az őszi barackfa volt, mert őszi barackfáról mindenki azt mondja, hogy hát azt nem lehet metszés nélkül. Még a szelíd kertészek is azt mondják, hogy azt azért már csak tényleg meg kell metszeni. És akkor én meg azt látom, hogy például ez a tavasz, ami ilyen 3 hónap márciusban állt, ez így annyi hűvöset hozott, hogy hát bizony az egész fa tiszta tafrina lett. Ez egy gombás betegség, aki nem ismerné, vagy a levélnek egy ilyen deformitása, ami a fán létrejön, és hát aztán persze minden évben jönnek a levéltetvek, aztán persze jön még egy csomó más mindenféle betegség is, ami sújtja idézőjelben ezeket a fákat. És hogyha ez így szépen tűri az ember, és csak szemléli, akkor észreveszi azt, hogy hát bizony ennek az lesz a következménye, hogy levélvesztés áll elő, ugye akkor nincs olyan erőteljes fotoszintetizáció. Nyilván nem lesz a fán annyi gyümölcs, hogy megszakad, meg nekem kell leszedni róla, hogy azért fel tudja azokat nevelni, hanem hát ez úgy szépen kiegyensúlyozottan van. És viszont a hajtások se fognak megnőni
mit tudom én, mondjuk 80 centire a fiatal, az éves hajtások, hanem hát emiatt a macerálás miatt, hogy itt mindenki szívogatja egy kicsit a fának az életnedveit, mondjuk megáll ilyen 30 centire. Na most mit mondok én? Tehát, hogyha valaki szépen lepermetezi róla ezeket a fájáról, akkor a hajtása meg fog nőni 80 centire, és majd legközelebb évben hozza a metszőolót, azt levágja a hajtást. Tehát, hogy nem értem gyakorlatilag az embereknek a logikáját sem értem, hogy azt miért nem sajnálja egyszerre levágni azt a fotoszintetikus terméket, miközben persze hormonálisan az egész növényt összekeveri, tudja, és utána még azt várja el tőle, hogy az a fa védekezzen, majd ezek ellen. Tehát amikor én kiszálltam ebből a valamiből, akkor persze először azt tapasztaltam, hogy borzasztó dühöttennek kiesett mindenki ennek a fának, de amikor azt túlélte, akkor magára talált. Tehát ugye én nekem csak néznem kellett őt, és vele együtt érezzek, és megpróbálni megérteni, hogy ez az egész dolog hogy működik, és akkor mindenki megtalálta a számítását. A hangya is megfeji a levéltetvet, de a katica lárva is, meg a aranyszemű fágyók, a lárva, az is jól tud lakni. Tehát, hogy mindenkinek jó. Tehát, hogy nem csak azt kell nézni, mert az embernél az a nagy probléma, hogy ő azt nézi ebből az egészből, hogy neki jusson, és nem hajlandó megosztani másokkal, a társainkkal, akik velünk együtt élnek, és még egyszer mondom, nem azért vannak, hogy bennünket bosszantsanak, hanem hogy így közösen együtt tartsuk ezt az egészet karban, ezt a csodát, tudja. És én azért nem vagyok dühös ember, de néha elgondolkodom az embernek az ostobaságá, hogy ezt a hihetetlen csodát, amit mi kaptunk ebből a teremtett világba, miért kellett ezt tönkretenni? Ebben a világban egy faj csak akkor boldogul, ha körülötte minden más is jól működik. Megoldhatjuk az előttünk álló problémát, ha elfogadjuk ezt a valóságot. Ha gondoskodunk a természetről, a természet is gondoskodik majd rólunk. Most a mi fajunk számára jött el az idő, hogy ne pusztán növekedjen. Hogy olyan életet hozzon létre bolygónkon, mely egyensúlyban van a természettel. Hogy gyarapodni kezdjen. Ha belegondolunk, egy út végén vagyunk. 10,000 évvel ezelőtt, mint vadászó gyűjtögetők, fenntartható életet éltünk, mert az volt az egyetlen lehetőség. Ennyi évvel később, ismét ez az egyetlen lehetőség. Újra fel kell fedeznünk, hogyan éljünk fenntarthatóan, és ne eltávolodjunk a természettől, hanem újra a részei legyünk. Magunkat fosztjuk meg ettől a szépségtől, és ettől a teremtő erőtől. Mert ebbe a teremtés dolgozik, mindig teremt nekünk újat és újat. Gyümölcsöt hoz, és zöldséget hoz, és csúnyán szóval megújítja az erőforrásokat. Tehát mi magunkat fosztjuk meg. Arról nem beszélve, hogy a jövő generációtól veszük el azt a lehetőséget, hogy ezekben a csodákban ők is részesedjenek. És ez az, ami megint csak visszautal az etikához. Bután alapterületének a 60%-a mindig erdőség kell, hogy legyen, gyönyörű, szép érintetlen táj. Úgyhogy ezt is teszik, nem vágják ki a fákat, csak nagyon keveset, 60% az mindig megmarad, ami azért nagyon érdekes, mert ebből rengeteg pénzt kereshetne Bután. Ez lehetne a legfőbb kiviteli cikkük, de őket ez nem érdekli a sok pénz, amit megszerezhetnének, mert a boldogság az fontosabb. De mondok még egy példát. Itt a majdnem 3000 méter magas Podzsipka völgyben telel ez a különleges tibeti vándormadár, a fekete nyakú daru. Nehéz becserkészni, és ha megriad, kanyarodva lassan emelkedve száll föl. Bhutánban 200-300 ilyen madár él már csak.
Pár éve az egyik neki repült a villanyvezetéknek és elpusztult. A király másnap napkollektorokat rendelt Svájcból a völgy összes házához. Aztán leszereltette a villanyvezetékeket, nehogy véletlenül egy másik madár is elpusztuljon. Ha mondjuk nem egy 3 hónap márciusból álló év van, hanem hogyha a természetet hagynánk békén, akkor a természet mindig megoldaná, hogyha az ember ugye nem... Hát igen, de ezt a lehetőséget vesszük most el a természettől, hogy megoldja. Tehát azért a természet nem tud mindenre válaszolni. Tehát ilyen szélsőségekre nem tud válaszolni. Tehát azért ezek most az ember számára jelentős veszteségek, csak azt felejti el, hogy most már megint arra haragszik, hogy volt 3 hónap március, és nem arra gondol, hogy ez miattam van. Kicsi körökben ön tapasztalja évek óta, akkor ezek szerint a mély múlt csúcsos képzéseknél, hogy ébredés és visszatelepülés van, de összességében nem egy nagy felébredés, hanem egy összeomlás kell ahhoz vezessen, hogy valami letisztuljon. Én nem vagyok jós. Jó, mert, azt értem. Csak és hogy én nem nagyon szeretek arról beszélni, ami kiszámíthatatlan, már pedig magának a tehát egy ilyen megbolondított rendszernek, vagy megbolygatott rendszernek a viselkedése, ugye amikor eléri ezt a bizonyos kritikus fordítópontot, amikor tulajdonképpen eléri a rugalmasságának a határát, akkor az bármerre tud fordulni, egy nagyon pici kis beavatkozásnak a hatására is. És hát azért közel vagyunk ehhez a ponthoz, hanem már ott vagyunk. És azért az csúnya dolog lenne, hogyha bennünket ez az összeomlás ébreszt fel. Hát ez csúnya dolog lenne. Tehát bár én úgy látom, és ez nem az én pessimizmusom mondatja velem sajnos, hanem a tények, hogy ez az összeomlás, ökológiai összeomlásról beszélek, amire nem tudom, hogy a társadalom hogy fog reagálni. Jól vagy rosszul, ugye, mert azért látjuk, hogy katasztrófákban így is reagál, meg úgy is, tehát fellép a szolidaritás másokkal, mások segítése. Tehát ez csak akkor tud fellépni, hogyha maradnak olyanok, akik tudnak segíteni, mert olyan helyzetben vannak. Azért egy globális ilyen összeomlásnál azért nem biztos, hogy egy ilyen forgatókönyv van. Tehát még itt is szoktuk azért látni azt, hogy bizony katasztrófákat sokan kihasználnak éppen arra, hogy még egy kicsikét roncsanak, vagy ártsanak. És hát ugye azért mondom, hogy én nem tudok jósolni, tehát nem tudom, hogy a társadalom hogy fog viselkedni. Én azt látom, ha így haladunk, akkor tulajdonképpen miután, hogy elértük ezt a kritikus pontot, tehát a tűrőképességét a rendszernek, így ez az összeomlás, ez már elkerülhetetlen, mármint ökológiai értelemben. És mi lenne az még? Tehát, hogy gyakorlatilag mindenképpen az a szellemi, egyéni felébredés, mert ugye társadalmilag úgy tudunk felébredni, hogyha már megvan az a kritikus másik csoport, aki már olyan szinten van, hogy fölébred és lép is, vagy úgy kezd élni az életét. Szóval az a baj, tudja, hogy azok a válaszok, amik most megszülettek, akár az ENSZ fenntartófejlődés folyamatára gondolok, akár az európai, ugye Green Deal-re, akár csak arra, hogy ilyeneket sugalnak az emberek, hogy gyűjtsd a hulladékot szelektíven, mit tudom, egyébként ugyanaz az ártalmas hulladék előállításában is, meg anyagában is, meg egyebek, és szóval megpróbálunk ilyen lelkiismeret ápoló cselekedetekhez nyúlni. Ezek logikailag ugyanabban a rendszerben születnek, ugyanabban a logikában születnek, ami az egész probléma. Tehát ezért nem tudnak ezek megoldások lenni. Tehát itt alapjában véve egy teljesen más logikával kellene megközelítenünk nekünk ezt a dolgot. Csak akkor tudunk kiszállni. Tehát, hogyha mi benne maradunk a problématermelésbe és magának a problémának a megoldására, ugye próbálunk valamit kitalálni, ez az, amire azt mondtam, hogy bizony érdekeltek vagyunk a problémateremtésbe, akkor,
akkor itt soha nem az okokat fogjuk megoldani. Tehát, hogyha mondjuk itt van ez a hulladék kérdés, és ezt ha valaki ténylegesen szeretné ezt a hulladékot kezelni, akkor egyszerűen azt kellene mondani, hogy a gyártó az, aki a hulladékot gyártja, és oldja meg a hulladék kérdést. Tehát, hogyha nekem ő gyártott egy olyan autót majd, akkor azt ő oldja meg. Hogyha ez lenne, és nem rám, aki egyébként nagyjából csak fogyasztóként tudhatnám visszautasítani, főleg akkor, hogyha találnék ez alternatívát, ugye? Uh-huh. Mert lehet, hogy egyszerűen nem tudom visszautasítani, mert találok hozzá alternatívát. Igen. Tehát hogy itt rossz a megközelítés, mert soha nem az okokat próbáljuk kezelni, mert mindig rátoljuk a felelősséget arra, aki egyébként tehet a dologért, mert persze fogyasztóként is tehet érte, de nem az övé az elsődleges. Tehát én azt mondom, hogy csináljon a gyártó bármit az ő hulladékjával, ez az ő felelőssége, akkor meg fogja gondolni, hogy ő előállít-e olyat, amivel semmit se tud csinálni. De ezt nem lehet rátolni az egész társadalomra. Uh-huh. Tehát ugye nevelés szempontjából sem jó ez az egész dolog, mert amikor az emberek azzal szembesülnek, hogy olyan dolgokat nyomnak rá, teszik az ő felelősségévé, amit egyébként ő nem képes kezelni, akkor bizony ez egy meghasonlás. És az azért nem jó érzés senkinek sem. Ugye, hogy állandóan csak a kudarcokat élje meg, és akkor még akkor is a bántást hallgassa, amikor ő egyébként szeretne valamit tenni. De sajnos ebben a rendszerben azt kell, hogy mondjam, hogy hát milyen kifejezéssel is éljek, tehát hogy ez olyan nagyon gyerekes, na. Uh-huh. Ez a jó kifejezés. És hogyha ön lenne olyan helyzetben, hogy gyakorlatilag önt, mint bölcs, aki már sokat tapasztalt és látja a rendszert, kérdeznék, akkor milyen célokat, milyen nevelési elveket, tehát ezt az egész környezet természet védelmét, megoldását milyen új logikai rendszerbe és célkitűzésekkel és felelősségekkel? Ezt a kérdést nekem nem lehet föltenni. Tehát nézd, nekem van egy elvem ökológiából gyakorlatilag, ugye az arról szól, hogy szerkezetben megvalósuló irányítás, ami azt jelenti, hogy egy adott szerkezet, tehát itt most beszélünk a társadalom egészéről, meg a kialakult struktúrákról, meg szóval egyáltalán mindenről, meg a külső természeti környezetről, ez az egész, ugye ez egy rendszer. És az, hogy mi fog történni, ez együttesen szabja meg. Tehát, hogyha én lennék a világ ura, érti? Akkor se én lennék a világ ura, mert hogy rajtam kívül még lenne 8 milliárd ember, 8 milliárd féle elképzelése és akaratta. Egyik legnagyobb hiba, amikor az ember úgy gondolja, hogy na, de majd ő meg tudja ezt oldani. Mindig ebből lettek a legnagyobb problémák, ebből lettek az uralkodók, meg a elnyomók és mindenfélék. Tehát én nem vállalnám soha a nyakamba azt, hogy én megmondjam azt, hogy itt mit kéne csinálni, azon túl, hogy azt mondom, hogy másféle értékeket kellene vallani. De én ezt senkire nem kényszeríteném. Zöld teát ittunk egyébként, de cukor nélkül. Az ugyanis itt nem nagyon van, mint ahogy cigarettázás sem, mert az is rossz és káros, mint a cukor, vagyis az amerikai és nyugati megközelítés lényegében, amit most már mi is csinálunk Magyarországon, a fogyasztás hajszolása, hogy jobb autónk és nagyobb házunk legyen. Ön szerint ez rossz? Igen. Boldogtalanabbak leszünk a vágyaink miatt, főleg ha nem érjük el őket. Ha az ember túlzásba viszi a vágyait, akkor az szerintem rossz. Bizonyos mértékben persze muszáj fogyasztanunk, hiszen mindenkit hajt a jobb dolgok iránti vágyakozás. De túlzásba visszük? Azt hiszem, igen. Tényleg?
Bizony. Mert önöknél nyugaton ez vált a legfontosabb dologgá. Előfordul, hogy az emberek azért nem házasodnak meg, mivel nincs idejük rá. Nincs idejük rá, hogy gyerekük legyen. Hajtják a pénzt, hogy fogyaszthassanak. Ördögi csapda. Bár egyesek szegénynek, mások pedig gazdagnak tűnnek, vajon mit találnak, amikor hazamennek? Rendes otthon és család vár rájuk. Lehet, hogy szép házuk van, de találnak-e a házban valakit, aki törődik velük? Olyas valakit, akihez szeretet és érzelem köti őket. A család a legfontosabb. A családtagjainkkal megoszthatjuk az örömünket, a bánatunkat. Családosan sokkal könnyebb az élet, mint egyedül. Sajnos azt kell mondjam, hogy én végigjártam az életutamat, és megtapasztaltam azt, hogy mi a helytelen, azért, mert botlottam, és megtapasztaltam azt, hogy mi a helyes, mert hogy véletlenül úgy adódott, és akkor ebből tanuljon az ember, mert hogy mindenkinek ez a feladata. Az emberi jellemnek a fejlődése, akár egyénről beszélünk, akár közösségről, akár egy társadalomról, az az önzésből kiindulva, az együttműködés fejlődési fokozatán át, a globális felelősségvállalásig terjed. Azt szoktuk mondani, hogy hiba nélkül nincs fejlődés, és ahhoz, hogy a jellem fejlődjön, hibázni kell. Ha az ember elszégyeli magát, és elgondolkodik azon, hogy helyesen cselekedett-e, akkor képessé válik arra, hogy a hibáiból tanuljon, és a jelleme fejlődjön. Szükség szerint hibáznunk kell. Viszont ha nagyon sok hibát követünk el, akkor a világ megbomlik, megborul. Tehát nem az a baj, hogy hibázunk, hanem az, hogy nem tanulunk a hibáinkból, és ezzel ellentmondásokat hozunk létre. És ez nem csak az egyén, hanem természetesen a közösség és a társadalom szintjén is létre kellene, hogy jöjjön. Persze ehhez az kellene, hogy a társadalomnak a szövetét ugye azt ne oldotta volna szét, vagy ne feszítette volna szét. Ez a gondolkodás, ez a minden az anyagi jóság, anyagi jólét. Tehát az a probléma, hogy a társadalomnak szétszette a finom szövetét, a család, közösség. Ugye én azt szoktam mondani, hogy mindig minden emberi viszonynak az alapja az a kölcsönös nagylelkűség. Ugye a kölcsönös nagylelkűség, amikor valakitől nem azért adok valakinek, mert valakitől elvárom, hogy ő ugyanazt nekem visszaadja, hogy viszonozza, hanem az emberben ez egy meglévő természetes érzés. Hogyha nekem van valami, én azt mással megosszam, és ugye az a világ, ami anyagi alapra helyezte gyakorlatilag mindent, az összes szolgáltatást, az kiragadta ezt a kölcsönös nagylelkűséget a társadalomnak a kezéből, ezt a legfőbb értéket. Tehát, hogy mondjak egy példát, mondjuk ma, ha valaki beteg a családba, akkor az, ugye az orvoshoz utaljuk, vagy viszik a kórházba. És hogyha már eljött neki az utolsó ideje, hát akkor is majd rendelünk mellé egy ápolót. Nem mi fogjuk csinálni, mert mi mit csinálunk? Mi a taposó malomba keresjük azt a pénzt, amiből az ápolót fizetjük, vagy a kórházat fizetjük, akár közvetve, akár közvetve. A dalai láma, amikor arról kérdezték, hogy mi az, ami leginkább meglepi az emberiséggel kapcsolatban, ezt válaszolta. Az ember, mert feláldozza az egészségét, hogy pénzt keressen, aztán feláldozza a pénzét, hogy visszaszerezze az egészségét. És mivel olyan izgatott a jövőjével kapcsolatban, hogy elfelejti élvezni a jelent, az eredmény az, hogy nem él sem a jelenben, sem a jövőben. Úgy él, mintha soha nem halna meg, és aztán úgy hal meg, hogy soha nem is élt igazán. Ezt régen, amíg volt társadalomnak finom szövete, ezt maga a társadalom oldotta meg. És akkor az, aki elment ebből a világból, az a szerettei köréből
és a szeretteinek a gondoskodása közepette élhette meg az életének az utolsó óráit. És nem egy szolgáltató rendszernek, nem akarom mondani, hogy kiszolgáltatottam, mert nyilván ez a szolgáltató rendszer még tisztességes, csak nem tudja megadni azt, amit a kölcsönös nagy lelkűség tudott nyújtani az embereknek a számára. És hogyha ezek leépülnek, ugye ezek az érzések a társadalomból eltűnnek, akkor nem is tudjuk megfogalmazni, nem tudjuk újra fogalmazni, nem éljük meg ennek a hiányát. Uh-huh. Ja, hogy már annyira nincs meg. Igen, annyira, igen. Hogy tehát, már beszélni sem. Már nem tudunk róla, mert nincs. Igen. És így veszítjük, ugye, tehát így veszítjük el ezeket a viszonyainkat, hogy egyébként a természettel is elveszítjük a viszonyunkat. Én ezt akkor értettem meg a saját gyerekemen keresztül, hogy ugye, amikor én így beszéltem az 50-es évek gazdagságáról, természeti gazdagságáról, ami nyilván egy relatív gazdagság volt, mert hogyha mondjuk a század elején születek, akkor még egy gazdagabb világot élhettem volna meg. Az én gyerekem viszont beleszületett a 80-as években egy elszegényedett természeti környezetbe. Nekem az identitásom az még egy relatíve gazdag természeti környezethez kötődik, és megélem ennek az elvesztését, aki viszont már egy összeroppant rendszerbe születik bele, az azt gondolja, hogy ennek ilyennek kell lenni. És aki abba születik bele, hogy egy helyi közösségben már nincs kölcsönös nagylelkűség, hanem az emberek faltól falig ugye egymás mellett élnek, és a falak elválasztják őket, és egyébként nem sok minden köti őket össze, a napi ügyeken keresztül, akkor ez a társadalom soha nem fogja tudni, hogy mi az ereje a kölcsönös nagylelkűségnek, vagy mi az ereje annak, amikor még bennünket természetes környezet vesz körbe. Hát csak visszajutottunk az értékekhez. Az embereket a technika elidegenítette egymástól, és visszasüllyedtünk oda, ahol csak önmagunkra figyelünk. Ugye elindultunk az önzéstől, és sokáig kellett kényszer együttműködésben élnünk, de most visszaestünk az önzés társadalmába. Két lépcső lenne előttünk, a valódi együttműködés és a globális felelősségvállalás. Az lenne a feladatunk, hogy ezt a globális felelősségvállalást végre megéljük. Gyakorlatilag újra a városokból ki kéne menni, beszélgetni kéne a hagyományokat még azokkal, akikkel lehet megbeszélni, megőrizni a környezetbe vissza. Valahogy azt érzem, hogy minthogyha... Ezek élethelyzetekben jönnek létre, tudja? Aha. Ezek élethelyzetekben jönnek létre. Tehát, hogyha nem lennének ezek a pénzért vehető szolgáltatások, és most megint visszamennénk oda, ahonnan jöttünk, akkor ez ugyanúgy természetesen kialakulna. Tehát mindig a struktúrák, azért mondtam, hogy szerkezetben megvalósul irányítás. Tehát az fogja létrehozni ezeket a dolgokat. Mindig a szerkezet hozza létre. A szerkezet hozza létre az igazságtalanságot, a pénzt, a kapzsiságot. Tehát mindig ez hozta létre, és tehát a szerkezeten, a struktúrákon kellene változtatnunk, nevezetesen a társadalomnak az intézményrendszerein, ahhoz, hogy ez ne egy ilyen világ legyen, érték. Ma egy anyagi világban gyakorlatilag ugye betegségügyről beszélünk, mert nekem bárki bármit mond. A megelőzés az tegyük fel csak másodlagos, hanem utólagos. De tehát a lényeg az, hogy menjünk, szedjük a gyógyszert, és nem tudom én, vegyük igénybe ugye ezeket a szolgáltatásokat. Na most ugye a Konfúciusz kínálja, amikor a egészséges ember szerződés kötött a akupunktúrás, gyógyító emberrel, vagy nem is gyógyító ember volt, mert az egy szinten tartó ember volt, tehát ugye az volt a szerződésnek a lényege, hogy én fizettem neki azért, hogy megőrizzen az egészség állapotában. És nem akkor mentem hozzá, amikor beteg lettem, hanem akkor mentem hozzá, amikor még egészséges voltam, mert hogy
ugye ez a prevenció, hogy megőrizzen engem egészségesnek, ellásson tanácsokkal, megnézze a szervezetemnek az állapotát, és ha kell, akkor beavatkozzon, de úgy, hogy ne jussak el a rontásig. És ezért én fizettem. Viszont amikor megbetegedtem, akkor ő fizetett. Na, ez a társadalombiztosítás. Ez társadalombiztosítás. Mert ebbe nyilván tetten érhető egyébként az érdek, a felelősség gyakorlatilag, de azon túl az a nagyszerűség is, hogy én egy embernek az egészségért vagyok felelős. Bután a növényvilág szempontjából a világ egyik legsokszínűbb országa, hát hol máshol gyártsanak akkor organikus biógyógyszereket, hanem itt. A különleges fakérgekből és gyógynövényekből több mint 300 féle organikus gyógyszer készül itt, mindegyik a tibeti buddhizmus saját ősi természetgyógyászatát egészíti ki. Ez az úgynevezett tibeti orvoslás, ami 1967 óta Bhutánban az állami egészségügy része. A király ugyanis, tudom, hogy ez most sokaknak nem fog tetszeni Magyarországon, szakítani akart a szintetikus gyógyszerek világával, a nemzetközi gyógyszerlobbival, mert az, ő legalábbis így látta Angliában, a profitját hajszolva abnormális, drága és értelmetlen gyógyszerfogyasztásba kergeti az embereket. Persze vannak itt is klasszikus, európai értelemben vett kórházak és gyógyszerek, de a kisebb betegségekkel természetgyógyászok foglalkoznak. Akupunktúra, étrendváltás, forró kőfürdők, gyógyolajmasszázs, Bhutánban kisebb betegségekre ezek a terápiák. A diagnózis pedig pulzuson keresztül történik, mert a bhutáni orvosok a világon szinte egyedülálló módon nem csak a szív és az érrendszer, hanem az összes többi belső szerv betegségét kitapintják a pulzuson keresztül. Tehát hogy ez egy sokkal komplexebb rendszer, és csak annyit csináltunk, hogy megfordítottuk a viszonyt benne. És ez mindenben ugyanez van, hogy csak egy picit kéne rajta csavarni. De még egyszer mondom, hogy én most csak egy történelmi példát hoztam fel, én nem szeretnék abban a helyzetben lenni, hogy én megmondjam, hogy itt egyébként mit kéne csinálni. Hát nem szeretne, de azért biztos, hogy jobb helyzetben lennénk, hogyha olyan bölcs tanácsadók lennének a döntéshozók mellett, ha nem is kell döntést hozni. Bölcs ember bölcsességről nem beszél, ezt azért jegyezzük meg. Tehát, akkor nem bölcs.